A vicces kedvűek nyilván több alternatív értelmezést tudnak gyártani a speed maraton kifejezéshez, a téma azonban igen komoly. A csatlakozó európai országok mindegyikében, így hazánkban is egy teljes napon keresztül végeznek majd sebességellenőrzést. Hogy hol tegyék mindezt a rendőrei, arra önök is javaslatot tehetnek. A speed maraton ötletét 8 évvel ezelőtt egy német szövetségi állam dolgozta ki, ahol az ott élők szavazhattak azokra a helyekre, ahol szerintük sebességellenőrzést kellene végezni. A német ötlet alapján az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata már évek óta megszervezi tagállamaiban az úgynevezett speed maratont, amikor is teljes 24 órán keresztül végeznek a rendőrök sebességellenőrzést. Az összeurópai sebességellenőrzéshez hazánk is rendszeresen csatlakozik, így ebben az esztendőben is. Idén április 3-án reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig lesz a speed maraton. Az eddigiekhez hasonlóan a rendőrség március 25-én délig az illetékes rendőrfőkapitányságokon várja a lakosok javaslatait arra, hol mérik a sebességet ezen a napon. Fejér megyében a speedmaraton@fejer.polisz.hu e-mail címre lehet küldeni a javaslatokat. A túlzott vagy nem megfelelő sebesség az egyik leggyakoribb oka a halálos baleseteknek. És bár az ellenőrzés fő célja ennek tudatosítása, de természetesen a kampány során a rendőrök más jogsértésekkel szemben is fellépnek majd.